Megelevenedett vasárnap a történelem Óbudán. Másodszorra rendezték meg a Korok Fesztiválját, ennek keretében az amfiteátrumtól a főtérig vonultak a különböző korokat megidéző, hagyományőrző csapatok. Főtéren Pap János színművész köszöntötte a résztvevőket, ő mutatta be a csapatokat. A visegrádi Szent György lovagrendet. Joggal mondhatjuk, hogy Óbuda a kultúra városa. Mindezt mi sem bizonyítja jobban, mint a 15. alkalommal megrendezendő Óbudai nyár programsorozat, amelynek hivatalos nyitánya a Korok Fesztiválja. Busz Balázs, Óbuda Békásmegyer polgármestere az Óbudai nyár megnyitó rendezvényén kiemelte, a kulturális rendezvényekkel is a közösség formálása cél. Az Óbudai nyár mai nyitánya és a még előttünk álló zenei, irodalmi és számos további szórakoztató előadás jelzi, hogy Óbudán ma már valódi közösségformáló erőt jelent a kultúra. Szükség is van erre, hisz meggyőződésem, hogy mindannyiunk javára szolgál, ha a helyben élő emberek egy fitnesspark, egy közösségi kert körül, vagy valamilyen civil szervezet keretében a hasznos időtöltés mellett az ott lévő többiekkel együtt új közösségre is találnak. A főtéren meg lehetett ismerkedni az egykori mesteremberek tevékenységével, de akár a kartforgatással is. Az Óbudai nyár rendezvényei különböző koncertekkel, előadásokkal egészen augusztus végéig tartanak.